Megveszi nekem a kisebb autót? Mert akkor átülök én a kisebbe, ha megveszi, de hát mai magyar viszonyok között nem igen tudunk kisebb autókat venni. Hát miből vegyük meg? Akkor megint az lesz, mint előtte volt, 2010 előtt. A számlák halmozódnak, mert nem tudja befizetni az emberek. Ugyanoda fogunk jutni. Annyi kétlövések lesz, nem tudja behajtani. Vagy elvezetik a lakásokat, hogy behajtsák. Hát ez nem eszméletlen dolog. Nem nyugati szinten keresünk, ahogy a Márki-Zay gondolkodik. Én mondjuk, én mindig azt mondom, hogy mi nem fizetünk. Én szerintem sok rezsit ehhez a komforthoz, amit mi itt most egy lakásba. A villany az ilyen 4000 forint körül, szóval ez nem sok. Én meg vagyok elégedve a rezsikával, tehát ez a rezsipolitikával abszolút egyetértek. Már ide kerekedtünk, ez a Márki-Zay féle ökönség, ez nem a én világomat képezem. Magyarországra engedni a globalista pénzügyi világot, újra kiárusítanának minden, mint 2002 és 2010. Ugyanaz a szemét gazember eljárt. Villannyal, de hát van áramkedvezménye, mert az erőműben dolgozom, de biztos, hogy jól jön a rezsicsökkentés, hiszen nem fizetünk teljes áron sem a gázért, sem a vízért, sem a, nem tudom, a villany az kedvezményezette. Mindenki pénzből él, mindentől kezdve, az a jó, ha minél kevesebbet fizetünk. Én jó döntésnek tartom ezt a rezsicsökkentést. Tudjuk, hogy vannak olyanok, akik rossz döntésnek tartja, de hát biztosak vagyunk, és tudjuk mindannyian, hogy itt politikai háttér van, nem pedig az igazságról beszélünk. Ezt tudja mindenki, hogy ahogy hatalomra fognak kerülni, azonnal eltörölnek mindent, és csak a saját magukra fogják hajtani a vizet.